Szederkény legrégibb háza az 1700-as években épült, amit egyszer ugyan már felújítottak, de élettel nem töltötték meg az elmúlt időszakban. Most azonban pályázati forrásból sikerült teljesen újjávarázsolni az épületet és udvarát. Az évtizedek alatt összegyűjtött tárgyakat, bútorokat és ruhaneműt először katalogizálták, hogy múzeumi besorolást kapjon, majd berendezték a tájházat úgy, ahogy a sváb ősök éltek. A megújult falumúzeumot a Szederkény 750 rendezvénysorozat részeként adták át a nagy közönségnek. Ez a tájház ugye nagyon régi épület, Szederkény egyik legrégebbi, pontosan most már a legrégebbi álló épülete. Hát ezt 1720 körül kezdtek ugye bejönni a Fulda körül is svábok Szederkénybe, és ezt valamikor, egészen pontosan nem tudjuk, de valamikor az 1700-as évek derekán építették ezt a házat. Ugye jellegzetes ez a fakfer szerkezet, amit annak idején használtak a svábok, és hát nagyon örülünk, hogy ez ilyen jó állapotban megmaradt. Egyszer átesett a tájház egy felújításon a korábbi vezetőség idején, tehát ők is azért nagy súlyt fektettek erre, és most volt egy olyan lehetőség, ugye ez nekünk szívügyünk volt, amióta itt megkezdtük a munkát a településen, hogy ezt megőrizzük az utókornak, ezt a tájházat, és hát úgy nézett ki, hogy szerencsére sikerül, mint a nemzetiségi pályázatokon, mint pedig az örökségvédelmi pályázatokon egy kis forrást szereznünk ehhez, és ezzel vágtunk neki ennek a felújításnak. Első ütemben csak az állagmegóvás volt a fontos, illetve hát az elengedhetetlen, tehát úgy a vízelvezetés, hogy ne ázzanak a falak, gyakorlatilag a tető rendbehozatala, az volt az első ütem, és az még ugye nem volt ennyire látványos, és most a második ütemben sikerült azért ugye a falazatokat, illetve a hátsó homlokzatnál volt egy, nem tudni mi okból elé falasztak a fakfer szerkezet elé egy második falat, amit ugye nyilván el kellett bontanunk ahhoz, hogy ez a szerkezet látszon. Úgyhogy igazából ez a második ütem, ez a látványosabb, és ugye hát ennek a legvége, ami hát egy kicsit kapkodós volt, de sikerült a megnyitóra összehoznunk, az a berendezés volt. Ugye van egy falumúzeumunk, vagy inkább úgy mondom, hogy volt, mert ugye azt szeretnénk ide átköltöztetni, és hát onnan szerencsére nagyon sok anyagot át tudtunk ide menteni. Illetve még folyamatban is van, tehát ez, ami most van, ez még nem a végleges állapot, itt csak magát a házat tudtuk berendezni. Ugye annak a berendezése ilyen puritán volt, tehát itt sokkal több bútor, egyéb berendezés terv nem volt, hiszen azért ezek nem gazdag emberek voltak, csak a generációk során gyűjtögettek és lettek tehetősebb emberek a svábok. És gyakorlatilag a tájházszövetség munkatársának a segítségével raktuk ezt úgy össze, hogy ahogy úgy annak idején éltek a svábok, úgy igyekszünk berendezni ezt a házat. Ez a tiszta szoba, tehát gyakorlatilag ugye maga ez a kis ház az, ami ugye országos védelem alatt is áll, tehát műemlékvédelmi kategóriát képez, és akkor ugye vannak az istállóépületek, amik ugye későbbi időkben épültek hozzá, nyilván azokra is figyelünk meg, azokat is megóvjuk, de hát itt elsődlegesen ez a műemlékvédelmi szempontból nagyobb érték. Ugye itt van egy tiszta szoba, és akkor van egy füstös konyhánk, ami úgy tudom, hogy eléggé egyedülálló a környéken, és nem sok ilyen van. Ugye annak idején nem volt, csak egyetlen egy kémény a házon, és az összes tüzelési, tehát a kandalló, a kályha, a kemence, minden oda füstölt, és hát nyilván akkor mindjárt meg is füstölték a disznóvágás is termékeket, úgyhogy egy ilyen túin van, de hát ez nem volt annyira praktikus valószínűleg, illetve nem volt annyira jó dolog, mert hát azért egy füstben éltek az emberek, de hát ezt szeretnénk bemutatni, hogy éltek akkor, mert valószínűleg sokan el se tudják képzelni. Igazából ez a rész, a maga a tájház része az úgy nagyjából azt mondom, hogy kész van, egy ilyen kis régi kályhára lenne még szükségünk, ahhoz, hogy a hátsó szoba is ugye megfelelően be legyen rendezve, onnan hiányzik egy ilyen kisebb kályha még. De gyakorlatilag ugye a berendezési tárgyak ugye hoztak sokat a településről is, amikor hallották, hogy zajlik ez a felújítás, úgyhogy egyelőre azt gondolom, ezzel a résszel jól állunk. A hátsó rész, az istálló rész, ott még tervezünk, ugyanis ott szintén egy korábbi pályázatból a tetőtéri részt sikerült úgy kialakítanunk, hogy ott majd még kiállító tér lesz, hiszen a múzeumban van még jócskán tárgy, amit még szeretnénk majd ide átköltöztetni, és gyakorlatilag a tetőtéri részben is kialakítani egy ilyen kis, hát úgy szeretnénk, hogy így szakmákra lebontva az eszközöket ilyen kis tárlatban bemutatni, illetve ott van még egy helyiségünk, ahol majd a régészeti leleteket szeretnénk szintén bemutatni, ugye Szederkény múltjából, hogy akkor tényleg teljes legyen a falumúzeum. Az eddigi falumúzeumban lévő fotókat digitalizálni fogják, és a képekből interaktív kiállítást hoznak létre. A művelődési ház munkatársai, a tájház gondnokai, akik időpont egyeztetés után végigvezetik majd az érdeklődőket a falumúzeumon. Óvodás és iskolás csoportokat, családokat, közösségeket várnak a megújult épületbe.